Erdélyben, a Csíkszentmártontól az 1000 éves határig tartó, mintegy 40 kilométeres út mentén, az Úz folyó völgyében terül el Úzvölgye telep. Egykor jelentős fafeldolgozóiparral, ládagyárral, fűrészteleppel rendelkezett a település, amely a háború miatt elnéptelenedett, utána pedig már nem bírta a közgazdasági környezet és az államhatárok változásait. Fontos, ipari jellegű településből megszüntetett, felgyújtott, szétlopott, érdektelen romhalmazzá vált. Története tipikus. A szolgáltatások szép lassan megszűntek, az iskoláját bezárták, a fiatalok elvándoroltak. Az öregek kihaltak, vagy jobb esetben magukhoz vették őket a gyerekeik. Egy lakosa maradt. Én születtem 1938. augusztus 27-én. És amikor jött a háború, akkor én 6 éves voltam. Szüleim itt dolgoztak a deszkagyárba. Az élet nem volt éppen olyan jó se, de rossz se volt. Nem volt már. Volt kantin, volt mészárszék. És ugye szombaton nap, akkor szüleim mentek, vásároltak, élelmet adtak szabérra, így hitelbe. Vásároltak, és akkor aztán hónap végén lehúzták azt a pénzt, amennyire vásároltunk. Nem volt rossz az élet, nem mondhatom, hogy rossz volt, mennyire tudom én. Mikor jöttek a csendőrök, hogy gyorsan öltözzünk, minden fels, mit tudunk vigyünk, mert itt a kicsi vonat, fel kellett tűnünk a kicsi vonatra, voltak ilyen platformokocsik, és arra felültünk, mit tudtunk vinni magunkkal, élelmet, egyebet, mit vigyünk. Felültünk, felvittek egészen Lakolosig, innen 10 kilométerre. 10 kilométerre ott voltak ilyen ládáskocsik. Onnan leszálltunk, és átültünk arra, arra bevittek Simonba. Mindenki menekült? Hát melyik menekült, és melyik elbúttak az erdőbe. Mindenki nem ment. Simonba bevittek, Simonba feltettek a nagy vonatra. Ahol aztán vittek mindenfelé. Arra Magyarország felé meddig, azt nem tudom, meddig Kunhegyes, azt mondta volt anyám, hogy Kunhegyesig jártunk, aztán én nem emlékszek arra. Háború után akkor kezdtük meg az iskolát. Itt volt ennek a háznak az alsó felébe az iskola. Ott voltunk, ott volt magyarok, és voltak románok. Két tanítónő volt, a magyaroknak külön, és a románoknak külön. Egyik jár délelőtt, egyik jár délután. Háború vége után ez a fűrésztelep, ez még működött? Háború után visszacsinálták, mert valamennyit berontottak belőle, vagy leégett.
visszacsináltak, és akkor került egy okos, azt mondta, hogy el kell vinni a gyárt innen, a Nagybányára, mert nincs erdő ennek a gyár részére. De hát 1945-től ment 3 évet, azt hiszem, a gyár, háború után, és akkor nincs erdő, de azutántól egyet vágják, és egyet hordják, lefelé és felfelé, és melyik hova ráncibálja, de látom, erdő elég most. Szememmel se látom, nem tudom belátni mennyi van. És akkor azt mondta az úriember, hogy el kell vigyék Nagybányára, melyik nagybányaiak voltak, és neki menjen haza. Nem szerette a levegőt, itt gondolom, így csak magamban. Ez az Úzvölgye telep, ez miért néptelenedett el? Hát kérem szépen, innen csak 4 osztály volt az iskola. 4 osztálytól bánlakásba kellett kiadni a gyermekeket. És ki bírta tartani a bánlakásba, ki nem. Akkor másik része elköltözött, mert nem tudta annyi pénzt fizetni az iskoláról. Azok elköltöztek, mások kihaltak. És így aztán lassacskán elfogytak. Egy bátyámmal voltunk már 3 év. Addig voltunk vagy 5 család. Akkor abból egyik család komplett kihalt, akkor ki a másik, ki a harmadik, maradt bátyám és én. Akkor 3 évet így mentünk, akkor bátyám az őszön kihalt, elhalt, még maradtam én, amelyik menném kell. Én a blokkban mehetnék Szeredába, ott a leányom, de én nem szeretem a blokkot. Én nem olvasom a lépcsőköt fel és le. Itt kilépek a fekete földre, vagy az ötfűre lépek, nem a cimentre. És azért így megszoktam, és én nem megyek. Én már éve, január 17-én elmúlt éve, hogy Csíkszeredában nem jártam. Innen ki nem jártam még. Csak Dörmenestig a nyugdíjt felvegyem. Felvettem a nyugdíj télelmet, ami kellett nekem vegyek, és ahol jöttem vissza, és itt töltöm a napok. Szeret itt lenni? Én szeretem, mert itt megszoktam, itt születtem, és megszoktam, és én nem szeretem. Már a zajt nem is erős kíván. Mi a szép ebbe a Úzvölgyébe? Hát a táj. A táj erős szép. Már még a tábor fungált, idefél volt a pionér tábor. Bizony jól telt. Jól telt, mert a gyermekek reggeltől estig kiábáltak, mondtak, jártak itt az úton lesfél. Akkor még beálltam oda és dolgoztam ott a tábor részére. Az ételt nem kellett búsuljon. Az ételt kazánba főztek, étel elég volt. Bizony, jól telt, nem mondhatom, mert jól telt. És a tél? A tél nehezebbecske, mikor nagy hó van. Például, amelyik elmúlt tél, akkor nehéz volt. Oda volt a hó, hogy nem tudtam vízét, oda be kell menjek, hol a kunyhó van. Oda kell be menjek vízét. Vagy 3 napig havatolvasztottam, nem tudtam menni. Sem meg nem volt fagyva a hó. Erősen, se lágy nem volt. Mikor egyik lábon belé suppant, akkor suppantom le. Amíg megfordultam, felkeltem, ott eltelt még vagy 5-6 perc. Még mentem vagy 4-5 metre, és megint belé puffantam. Megsérültem, és hazajöttem, és szépen a
havat bevittem, tiszta áról a havat, és kiolvasztottam, és ittam azt. Maga szerint mi lesz ezzel az úzvölgyével? Ebből az lesz, hogy kihal, és készül. Hát itt más egyéb nem lehet. Itt már nincs ahogy. Már így hallottam, hogy kérték a Szent Mártoni néptanács, hogy adják vissza a tábort, a kaszárnyákot. És talán már nem akarja innen Bákum megye vissza. És addig tartsák ott, amíg elrothat egészen, és akkor nincs, amit csinál.